Tojásfa állítással várják a húsvétot Monoron. Április-május folyamán pedig többek között játékos tudomány kiállítást, közösségi futó délutánt, gyermeknapi rendezvényt, valamint számos más élményt kínál az érdeklődőknek a Monori Vigadó. A tavasz beköszöntével gazdag kül- és beltéri program kínálattal várjuk az érdeklődőket. Húsvétot megelőző pénteken díszítjük közösen a város tojásfáját a Szent István téren. Aki esetleg kedvet kap, az természetesen ezt a napot követően egész húsvétig készíthet otthon tojásokat, és azt elhelyezheti ezen a közösségi tojásfán. Minden alkotást várunk nagyon sok szeretettel. Április 14-én a költészet napjához kapcsolódóan Juhász Róza színművésznő lesz a vendégünk, akivel Jókai Annára fogunk emlékezni, aki több nagyon sikeres fellépésen is volt túl itt Monoron a Vigadóban. Nagyon szerettük őt, nagyon sajnáljuk, hogy eltávozott közülünk. Rá fogunk emlékezni április 14-én a Vigadóban. Április 17-e és 21-e között a gyerekeket, illetve a gyerekes családokat várjuk a művelődési házba a játékos tudomány kiállításra. Az iskolai csoportoknak az előzetes regisztráció már megtörtént, de Facebook oldalunkon, honlapunkon megtekinthetik azokat az időpontokat, amikor egyénileg is látogatható ez a kiállítás, tehát április 17-e és 21-e között Monoron a művelődési házban. Május 5-én pedig már a szabadban leszünk, egy közösségi futó délutánra várjuk az érdeklődőket. Vendégünk lesz ezen a délutánon Katus Attila, ő fogja tartani a közös bemelegítést különböző korcsoportokban, egészen a kis iskolás kortól a szenior korosztályig várjuk a futni vágyókat. Április 11-től lehet jelentkezni, regisztrálni a versenyre, tehát a verseny napja május 5-e, de akár a nyugdíjasokat is nagyon sok szeretettel várjuk. A Cukorbetegek Egyesülete ugye minden héten Nordic Walkingol a Kistó környékén lehet csatlakozni, egy kört meg lehet velük tenni ezen a napon, akár a nyugdíjasoknak is. Tehát egészen a gyerekektől a felnőttekig, a nyugdíjas korosztályig mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és a futás mellett különböző játékos programokkal is készülünk ezen a délután a Kistónál. Május 7-e, anyák napja. Tavaly nagyon nagy sikert arattunk egy szabadtéri hangversennyel a Szent István téren. Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni. Vasárnap este Mohácsi Attila lesz a vendégünk, aki Mama Kérlek címmel egy zenés műsort ad, ingyenes zenés műsort a Szent István téren. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Majd május 21-én tartjuk a gyereknapot, a ünnepekhez kapcsolódóan egy héttel előbb, tehát erre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy május 21-én a sportcsarnokban kerül megrendezésre a városi gyereknek. Természetesen az egész rendezvény ingyenes, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Emellett természetesen folytatódnak a kiállítások a Vigadónak a galériájában minden hónap első hétfőjén, valamint a Duma Színház előadása is. Ezeknek a részleteiről a Vigadó honlapján, illetve Facebook oldalán szerezhetnek információkat. És kérem, jegyezzenek fel három dátumot, hiszen a Borvidékek hétvégéjének az időpontja június 9-e, 10-e, 9-én kerül megrendezésre a Pince Zene Fesztivál. Erre várjuk még a amatőr zenekarok jelentkezését a megadott felületeken. Majd június 29-30, július 1-e a Sörfesztivál, és július 22-e pedig a Fröccsszombat és a Piknik Mozi, amelyik nagy szabadtéri rendezvényekre. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.